Takács Géza tavaly lepte meg a kiskörösi közönséget egy gyermekkönyvvel, melynek címe Léna kalandjai. A könyv 12 történetet tartalmaz, melyekben a kutyájával történt eseményeket dolgozza fel. Az író elmondta, hogy már gyermekkorában is szoros szálak fűzték az ebekhez. Ha megmondom őszintén, arra még nem sok jel volt, hogy én író legyek. Nem is álltam nagyon-nagyon közel az irodalomhoz, olvastam természetesen, de az íráshoz akkor még nem álltam közel. Viszont ugye, mint ami a későbbi mesekönyvnek a témája, ugye a kutyás vonal, az már akkor is nagyon-nagyon közel volt hozzám. A könyvet kutyájával, Lénával való szoros barátsága ihlette. Kalandjaik egészen Léna örökbefogadásától kezdődően szerepelnek a műben. Nagyon szeretem amúgy a gyerekeket, ugye a János Vitéz látogató központban dolgozok, és ott gyerekekkel is tudunk foglalkozni. És elkezdtem csak egy történetet írni egy régebbi kutyámról, és akkor a barátaim mondták, hogy ebből miért nem egy mesekönyv lesz, hiszen meséket is nagyon szeretjük, vagy szeretem, illetve ugye a kutya az adott, akkor miért nem lesz ebből egy mesekönyv, és akkor így indult el ez az egész történet. Lénának hívják a kutyámat, és nagyon sok mindentől félt. Viszont ugye az, hogyha velem csinált meg különböző dolgokat, akkor tudta, hogy nagy baj nem érheti, úgyhogy megcsinálta velem, és így legyőztük nagyon-nagyon-nagyon sok félelmét. Milyen volt, hogy például a magasságtól félt, nem mert fölvenni magasba, vagy nem mert úszni. Például ez is benne van ugye a mesekönyvben, hogy tanult meg úszni, hiszen amúgy a labrador egy vízikutya, és elvileg nagyon szereti a vizet, Léna nem szerette. Úgyhogy ez például nekem egy nagyon kedves kis történet. 12 részre van bontva maga a mesekönyv, és így folyamatosan egyesével így megírtam az egyes fejezeteket, és akkor azokat mindig egy-egy gyerekcsoporthoz elvittük, és kipróbáltuk, hogy értik-e, mennyire tetszik nekik, mennyire jön át maga a történet, kell-e rajta változtatni, vagy nem, és általában jók is voltak, persze nagyon sok finomítás volt még rajta, és mindig csináltunk hozzá egy pici kis játékos feladatot, mindig az adott részhez, és akkor így még jobban átjött nekik a történet. Minden egyes történet, igaz történet, ugye annyi kitaláció van az egész mesekönyvben, hogy mi Lénával beszélgetünk, vagy éppen az adott szereplő, ugye nem csak én vagyok benne, illetve Léna. Hát ugye a valóságban a kutyák nem bírnak emberi nyelven beszélni, de a mesében ez belefér. Nagyon-nagyon sokat sétálunk réten, utcán, erdőben, nagyon sokat kirándulunk, és mindig történik valami vicces, és ezeket szeretem mindig így kigyűjtögetni, és akkor egyszer csak még az úgymond ihlet előtt, akkor leírok mindent, ami éppen eszembe jut, és akkor, amikor elkap az ihlet, akkor ez legyen akár még délelőtt, vagy este, éjjel, ez mikor, hogy jön, akkor nekülök, és akkor ezt így letisztázom, és abból van egy jó hosszú történet, amit aztán megint egyszerre lesz tisztázva. Gézát családja is támogatta a könyv megírásában. Barátaim mellett természetesen a családom is nagyon-nagyon-nagyon sokat segített, és ők is, mint első olvasók, mindig elolvasták az adott történetet, ők is mindig megnézték, ők abból a szempontból egy kicsit, vagy velük egy kicsit nehezebb volt, hiszen ők ugyanúgy átélték ezeket a történeteket Lénával, tehát ők, ahogy olvasták, ők csak beleélték magukat, és mentek az árral, és magukkal ragadta, és ők is elnevették magukat, de végig ott voltak mellettem, és támogattak mindenben. Mindig a barátaim az első olvasóim, megnézzük, és akkor ők elmondják, hogy mi az, ami érthető, nem érthető, következetes, vagy nem éppen annyira következetes, és akkor utána van ez a letisztázás még egyszer, meg még egyszer, és még egyszer. Tehát ebből nagyon sok van. Takács Géza két történetet is kiemelt művéből. Rögtön a legelső, ahogy elkerült hozzám, ahogy elmentünk érte, hát ugye nagyon meg volt ijedve, és ugye le is van írva még magában a mesekönyvben, hogy hát hogy én már első este kint hagytam, tehát hogy nem volt velünk bent a házban, mert hát hogyha egyszer akkor beviszük, akkor onnantól kezdve bent van, tehát nem megy ki. És akkor ő akkor egy kicsit sírdogált, én meg mindig így kimentem megnézni, hogy minden rendben van-e vele, és akkor ez is ugye le van írva meseszerűen, tehát ez mindenképpen egy kedves történet számomra, illetve amit előbb említettem, ahol megtanultunk úszni. Gyakorlatilag az is játékos, ja, hát igen, egy játékos módszerrel tanultuk meg ezt is, és mivel labrador és víz, muszáj volt, hogy megtanuljon úszni.
Léna kalandjai ugyan különböznek, de mondani valójuk sokszor azonos. Az összesre nem is bírnám ráfűzni, tehát mind a 12-re, de mondjuk kettőt így biztos ki tudnék emelni, hogy egyik a tanulás, legyen ez bármiféle, játékos tanulás, illetve az, hogy a félelmeink legyőzése, bátorság, ezeket emelném ki, mint üzenetek. Az író szerint felnőttként több szempontból is kiemelt feladatunk, hogy minél többet meséljünk gyermekeinknek. Nekem is azt tudom mondani, hogy gyerekkoromban rengeteget olvastak, és szerintem nagyon-nagyon fontos a gyerekeknek, ugye képzelőerő akár, de felnőtt korban is ez visszaköszön, hogy ki az, akinek gyerekkorában sokat olvastak, ki az, akinek nem. Nagyon sok példát, helyzetbe bele tudjuk magunkat képzelni, illetve ugye ez a későbbi életünkben vissza is tud köszönni, és akkor ez már a mesében láttuk, és akkor nagyjából tudjuk, hogy mégiscsak hogyan lehet viselkedni, vagy hogyan tudunk viselkedni, hogy kell cselekedni. Ezért tartom fontosnak a mesét. Takács Géza a könyv megjelenését követően nem számított ilyen visszajelzésekre. Nem is mertem elképzelni ezt az egészet. Én ugye ezt úgymond csak családom és barátaim, illetve a gyerekek szórakoztatására készítettem, tehát semmiféle más indítatásból, és már akkor több helyről megkerestek, nem csak Kiskörösről, hanem akár Jakabszállásról is, ugye ott voltam legelsőnek, aztán itt Kiskörösön is több helyen, és vidékre is nagyon sok helyre már el tudtunk menni szerencsére, és mindenhol nagyon pozitív fogadtatása volt, nem csak a könyvnek, nekem is és Lénának is. Általában elviszem Lénát is, és hát ő ugye mindig ott van velem, ott van mellettem, gyerekek, hogyha szeretnék, megsimogathatják, adhatnak neki egy-egy utalomfalatot, tehát ilyen szempontból ez egy interaktív rész, viszont mindig ki szoktam térni a felelős kutyatartásnak bizonyos részeire, tehát hogy azért egy kutya nem csak abból áll, hogy eljön velünk valahova, hanem vele nagyon sokat kell törődni, foglalkozni, játszani, etetni, itatni, nagyon sok mindent kell vele csinálni, illetve hogy hogyan kell viselkedni akár egy idegen kutyával, tehát erre is hangsúlyt szoktam fektetni a előadások során. Kiemelnék mondjuk egyet, az is meghatározó volt, de az szabadszálláson volt, és olyan volt, hogy ott a gyerekek körbeültek minket a szőnyegen, és akkor egyszer csak így, amikor vége volt az egész előadásnak, egy kislányt odahoztak mellénk, hogy ő is megsimogathassa a Lénát, és akkor mondtam, hogy nyugodtan meg lehet simogatni, és akkor Léna rögtön a kislánynak a lábát megszagolta és megnyalogatta, és akkor mondták ott, akik hozták a kislányt, hogy ő amúgy, sajnos nem emlékszem, hogy milyen betegségben szenved, baj van a lábával, és hogy Léna ezt azonnal észrevette, és akkor ő oda ment mellé, leült, és azt várta, hogy mit kell csinálnia, hogy hogyan dobhatja fel a kislánynak a kedvét, az eléggé meghatározó élmény volt. A Léna kalandjai című könyv befejezése egy új kötet készülésére ad reményt az olvasók számára. A folytatás jelenleg is készül, erre már azért több időt is próbálok szánni, sajnos nem mindig annyit sikerül, amennyit szeretnék, de folyamatosan készül, ezt is 12 fejezetre fogom bontani, egy kicsit hosszabbak lesznek a történetek. Az alapja itt is ugyanez lesz, hogy mit előbb említettem, maga a bátorság, illetve a játékos tanulás, és ami az elsőhöz szintén egy párhuzam, hogy ugyanúgy hagyományos módon készült illusztrációk fogják majd ezt a könyvet is szebbé tenni. Az illusztrátorom most László Tímea Boglárka lesz, és egy teljes véletlen volt, ami miatt én őt úgymond megtaláltam. Mi ugye együtt néptáncolunk a Szivárvány Néptánc Együttesben, és az egyik fellépésünkről jöttünk haza éjjel valamikor, és valahogy szóba került, hogy kutyákat kellene rajzolni. És ő megmutatott nekem pár rajzot, hogy ilyeneket tud. És akkor én így, hogy mondom, hogy ez így mégis micsoda, hogy nagyon jó, és megkérdeztem ugye, hogy hát hogyha mondjuk 100 kutyát le kellene rajzolni, ugyanúgy, akkor ő azt megcsinálná. Azt mondta, hogy persze. És akkor így igazából így kezdődött el ez az egész történet, ez a közös munka. Ugye jelenleg is ugye nem csak a könyvet írom, hanem
blogra is, ugye internetre is szoktam feltenni kisebb, rövidebb történeteket, és most már azokat is, tehát nem egy átlagos fotóval illusztrálom, hanem ő rajzol mindegyikhez egy-egy illusztrációt. Takács Gézát a gyerekek szemében lévő csillogás élteti, hiszen könyveivel boldogságot csempészik a kicsik életébe.